Dr. Győri Kálmán 1940. február 23-án született Ózdon. Táblában és Sajó Várkolyon járt általános iskolába, majd a József Attila gimnáziumba vezetett az útja, ahol tanárai korán felfigyeltek a matematika iránti tehetségére. A Debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen szerzett tanári diplomát. Itt kezdte meg munkáját, és az egyetemi ranglétrát végigjárva 2001-ben annak rektorává választották. A számelmélet neves kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, külföldi egyetemek vendégelőadója. 1998-ban Ózdváros díszpolgárává választották. A világhírű professzor máig hű maradt gyökereihez. Utazzunk vissza az időbe, elevenítsük fel a gyermekkori éveket, hogyan emlékszik vissza a gyermekkori esztendeire, a családra, milyen információkat tart fontosnak, amit megosztom velünk ezzel kapcsolatban. Szüleim a 30-as évek óta ózdan élnek. Édesapám családja, Kisfalud, édesanyám családja, istenmező. 38-ban nevezték ki édesapámat az akkor alapított táblási általános iskolába, tanítónak. 40 bén oda születtem. Úgyhogy, ha kérdezték tőlem később, Ózdon kívül kérdezték, akkor persze azt mondtam, hogy Ózdi vagyok. Ha Ózdon Oz kérdezte valaki, hogy hova vagyok, Várkanyi táblási. Ez volt a pontos meghatározás. A gyermekkorom, hát háborúba születtem, ez rányomta a bélyegét az első néhány évre. Édesapámat gyakran elvitték mert hiszen tartalékos tiszt volt, mennie kellett frontra, azok nehéz évek voltak. Mi a, a, ezeket az éveket édesanyámmal, majd pedig a testvéreimmel, ahogy jöttek egymás után, hatalmalyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, táblába, aztán sajónémetébe, egy csodálatos kis faluba végül istenmezően vészeltük át. Édesapám hadifogságba esett, szerencsére amerikaiba, úgyhogy ő 45-ben haza tudott jönni. Az általános iskolát ott kezdtem, a táblási iskolába, ő tanított első és második osztályba. Érdekes volt, hogy ugyanazon a szinten laktunk, az iskola és a, a lakásunk egy szinten volt, más se volt azon a szinten. Úgyhogy én az egyik helységből kijöttem, a másikba bementem, és hát kezdtem az első osztályt. A második osztályban szintén ő tanított, aztán a harmadik, negyedik osztály, Református iskola. Ezt talán azok tudják, akik várkonyiak. A várkonyi főúton volt egy ilyen, hogy Református iskola. Aztán ötödiktől nyolcadikig a várkonyi iskolába jártam. Hálásan gondolok vissza a volt tanáraimra. Hát a gyerekkor az nem volt könnyű, de szép volt. Azt tudja azért, aki nagy családban nőtt fel, hogy egy ilyen családnak milyen erős a nevelőereje, hogy kinek, meg, kinek, kinek megvan a maga szerepe, a munkamegosztást, a, a, a szocializáció szempontjából egy versenyhelyzet, de ugyanakkor hogy kell a másikat elfogadni, hogy kell segíteni, hogy kell becsülni, hogy kell megvédni a vitákat. Tehát ebbe a, a nagy család az, az roppant fontos. 54-ben, hát ugye már az is kérdés volt, hogy hol folytassam. Jó, tanultam, tehát hol folytassam. Akkoriban a technikumok divatosak voltak. Az egy jó intézmény volt, mert a technikum elvégzése után képzettséget is kapott az, aki érettségizett, tehát az érettségi mellé kapott szakmát is. Mivel hatan voltunk gyerekek, ezért már elég kézenfekvőnek látszott, hogy menjek oda, és hogyha nagyon jó vagyok, akkor még mindig tanulhatok tovább. De a szüleimet rábeszélték, annak érdekében, hogy édesapám, ugye pedagógus volt, hogy tanuljak tovább, mert nekem majd egyetemre kell menni. Hát jó, beleegyeztek, a, a József Attila Gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat, és amellett bevonultam a kollégiumba a középiskolai kollégiumba, ami a Vasvári úton volt, ahol most az önkormányzat működik. Ez azért történt, mert nekünk volt egy jó lakásunk, két szoba, ezek a szobák jól be voltak rendezve, de takarékosság okokból nyáron, vagy télen csak az egyiket használtuk. Na most voltunk egy szobában, télen nyolcan. Hát ott igazán nagyon tanulni nem lehetett. Úgyhogy engem betettek kollégiumba, én jól tanultam, ott fizetni nem kellett értem, kosztatszállást kaptam, így telt a középiskola. Ja, és akkor hogy jött be a matematika? Első év, első osztály elején a tanárném Farkas Gézáné egy felmérő dolgozatot, hogy ki mit tud. És az jól sikerült, utána oda hívott, hogy hát én, szerepelje, küldjek be feladatokat a középiskolai matematikai lapokba, az minden hónapban megjelent, volt 8, 8 feladat, meg kellett oldani, be kellett küldeni, és aztán pár hónap késéssel hozták az eredményeket, kinek-kinek a neve alatt, meg fényképek és a többi. Na de én ezt már későn kezdtem elsőbe, úgyhogy másodiktól kezdve vettem részt a versenybe. Másodikos koromban megnyertem, bocsánat, második lettem, harmadik-negyedikes koromban megnyertem a, a, az országos versenyt, pontversenyt, ami hát nagy szó volt, mert hát oszt. Pesttől összevetve, hát ott voltak híres régi iskolák, a tenyésztették a tehetségeket. Szóval mindenképpen ez nekem is adott kedvet, önbizalmat, meg hát úgy az iskolába is elismerték a, 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 az eredményeimet. Itt eldőlt a dolog. Aztán megkérdeztem a Nisz László tanárulat, aki a szakkört vezette, hogy a tanár úr, hát hova kéne nekem, hova lehetne mennem ahhoz egyetemre, hogy én minél több matematikát tanulhassak. Hát azt mondta, hogy tudományegyetemre. Mondtam, jó, akkor én oda megyek. Még azt sem tudtam tulajdonképpen, hogy az hol van, mi később tudtam meg, hogy hát akkor Pestre kéne menni az eltére, az Ötvös Lórán Tudományegyetemre. Amikor ezt hazamentem és elmondtam apukámnak, tanító apukámnak nem volt boldog. Korábban úgy nézett ki, hogy én építészmérnök leszek, szerettem rajzolni, és a többi. És akkoriban a mérnöki pálya az egy megbecsült foglalkozás volt. A tanári az akkor se volt. Na de hát beletörődött, később persze aztán örült neki, mikor, mikor hoztam az eredményeket, publikáltam, tehát voltak sikereim, de akkoriban nem örült neki. Hát szóval itt eldőlt a dolog, hogy én matematikus leszek, sőt, még azon belül az is, hogy a matematikának melyik területét fogom művelni. Megszerettem a számelméletet, ami mellett ki is tartottam. Hát eredetileg én az Eltér az Ötös Lorántudomány Egyetemre jelentkeztem, 58-ban. Jól is sikerült a felvételém, én akkor már olimpikon voltam, de nem voltam szerencsés, mert úgy volt, hogy 58-ban indul a Nemzetközi Diákolimpia, Valamivel egy, valamiért egy évvel később kezdté, de akkor én már nem lettem olimpikon, mert már akkor 19 éves voltam és korhatáron túli. Na szóval, az ötvösre jelentkeztem, aztán jött a hideg zuhany, jött egy olyan elutasító válasz, hogy édesapám akkor úgy mondták az ellenforradalomba való tevékenysége miatt, és a család vallásos arculata miatt, hát engem nem vesznek fel. Hát a vallásosság stimmelt, ami az ellenforradalmat, vagy ahogy mi mindig gondoltuk, a család is, meg barátaim a forradalomban, ő a következőt csinálta, a dolgozók iskolája, ahol ő tanított, szerették, tisztelték, őt beválasztották munkástanácsba. Nem is volt de szerették, beválasztották. Hát persze, ő ezt vállalta. Igen, ám csak ez később nagyon komoly bűnnek számított, hogy a munkástanács tag lett, úgyhogy engem elutasítottak. Na most ehhez tudni kell, hogy 58-ban ez a két indok, ez nagyon kemény volt. Most talán mosolygunk rajta, hogy ez, ezért. Akkor ez halálosan komoly játék volt. Én egy évig dolgoztam, először fizikai munkát, aztán OTP-be voltam alkalmazott, aztán ajánlották, hogy ne Pesten próbálkozzak, hanem menjek el Debrecenbe, el is mentem, oda felvettek, viszont Debrecenbe az a terület, ami engem érdekelt, már középiskolába, azt nem művelték. Volt ott híres iskola, analízisből, algebrából, geometriából, de a számelméletet nem művelték, úgyhogy én magam vágtam ebbe bele, hogy meghonosítom ott hallgatóként, aztán később oktatóként a számelméletet. Ez sikerült. Ma ott tartunk, hogy ott van egy híres, hát most nem akarok nagy képű lenni, de nemzetközileg elismert számelméleti iskola ahol hát vagyunk 15-20, van köztük már akadémikus a tanítványaim közül, van hat egyetemi tanár, és vannak egészen fiatalok is, tehát él és virágzik a dolog. Na most, hogy mi a szakterületem lényege? A számelmélet az tulajdonképpen az egész számok oszthatósági tulajdonságaival foglalkozik, de ez egy roppant leegyszerűsített válasz. A számelmélet a matematika szinte minden területén szerepet kap, fontos alkalmazásai vannak. Az egyik legrégibb területe a matematikának egész a görögökig nyúlik vissza. Van sok nagy, híres, megoldatlan probléma, amik még ma is megoldatlanok. Nos, a számelméletben, különösen a diofantikus számelméletben, amikor olyan problémákkal foglalkozunk, olyan egyenletekkel, amelyeknek az egész megoldásait keressük, ezen a területen került nekem átütő úttörő eredményeket elérni, amiknek igen komoly alkalmazásai is voltak, meg vannak. Ú, tulajdonképpen ezen a területen, meg ennek a területnek az alkalmazásai vonatkozásában dolgozom és publikálok, és Pályája során számos díjjal, elismeréssel tüntették ki, és ezek egyike az Ózd díszpolgára cím is. Hogyan fogadta ezt annak idején, ez 1998-ban? Nagyon jól esett. Én kaptam több elismerést, és hát mindnek örültem, de ez különösen kedves volt nekem, hogy attól a várostól, ahol én születtem, Attól a, a közösségtől, amelyik engem elindított, hogy onnan kaptam ezt a, ezt a magas elismerést. Meghatódtam akkor, amikor megtudtam, a Tóni Öcsém hívott fel telefonon, ő volt az első, aki informált, hogy, hogy ez történt. Aztán a sebőkottó meg mások is, meg megkaptam a hivatalos értesítést. Nagyon jó esett, és még inkább ide kötött ehhez a városhoz. Ha Óz nevét hallom, mindig megdobban a szívem. É, vagyunk ott Debrecenben többen, é, tanítványaim, Kovács Bélai volt az első tanítványom, é, sajnos meghalt, egy tehetséges ember volt, aztán Pintér Ákos, egyetemi tanárja, intézetünk igazgatója most, vagy Tengely Szabos. Tehát vagyunk többen, sőt más területeken, az egyetemen, meg Debrecenben vannak sokan Ózdiak. Ha Ózról hallunk, akkor mindig, hogy mit lehetne tenni, mit lehetne segíteni. Most nagy örömmel, ha hallottuk, hogy itt nemzeti digitális archívum és filmintézet, ugye, létesül. Ez egy nagyszerű dolog, tudnélik, ehhez nem kell sok nyersanyag, nem kell sok energiahordozó, ehhez tehetséges emberek kellenek, akik itt vannak. Ózra jellemző volt mindig is, hogy tele volt tehetségekkel. Az én időmben is, korábban is, azóta is, ha Ózról jönnek Debrecenbe például az egyetemre diákok, szinte kivétel nélkül nagyon jól megállják a helyüket. Ennek több ok van. az egyik az, hogy ez egy olyan város, Ózd, ahol 150 év alatt egy magas ipari műszaki kultúra alakult ki. Ózdan polgárosodott munkások alkalmazottak voltak. Nem úgy, mint sok más helyen, ahol úgy összeszedték a munkásokat. Itt a korábbi Rimamurányi és Salgótarjáni vasmű, aztán a kohászati üzemek, ózdi kohászati üzemek adott arra, hogy kultúra, tudás, ismeretszerzés, sport, tehát gondoskodott a városról, és ez, ez meg is hozta a gyümölcsét. Úgy látom, hogy napjainkban, amikor már úgy tűnik, hogy Óz átvészelte azt a krízist, amit a kohászat leépítése okozott, ez élteti a város. Tehát valahol a gyökerek mélyen rejlenek, messzire nyúlnak vissza, és ebből lehet újra táplálkozni, és az, hogyha újra áll a város, amiért nagyon izgulok és nagyon szorítok, és hát ha valahol tudok segíteni, akkor, akkor segítek barátaimmal együtt, ez, ez be fog következni. Pedig ezt nagyon sokan úgy mondták, hogy hát nincs, nincs jövője, szóval leírták, rossz volt hallani. Középiskolás koromban nem csak egy kiváló iskolába kerültem, egy nagyon jó szellemiségű iskolába. A iskola szellemisége az következett a város szellemiségéből. A tanárainkat úgy válogatták össze. 45-ben indult a gimnázium, én 54 be kezdtem. Például a felvidéken kisemmizett tanárok, ugye 45-ig a felvidék egy része Magyarországhoz tartozott, aztán utána visszazsupoltak tanárokat. Na, az ózdiak azok nagyon ügyesen építették az iskolát, és a legjobbakat összeválogatták. És később is adtak arra, hogy ide kiváló tanárok kerüljenek. Ez az egyik dolog, szakmailag jók voltak, a másik a szellemiség. Ezt nem lehet elfelejteni, és elég értékelni, hogy mi oda négy évig jártunk. Tisztességre, becsületre, hazaszeretetre neveltek. Volt közben egy 56, 1956. Soha olyat nem hallottunk tőlük, a tanárainktól, amiket ne lehetne vállalni azóta is. Ha nekik valamiöt kellett volna tanítani, amíg nekik nem tetszett, arról úgy megfeledkeztek azt úgy nem tanították. Na most az osztálytársaim is egy, egy nagyon szerencsés találkozás volt, 29-en voltunk, kiválóbbnál kiválóbb diákok, mondok egy pár nevet, Roska, Tamás, Kovács Attila, vagy Paládi Kovács Attila, Peták István, Ferdinánd Zoltán, Andrik Laci, Demeter Pista, Bánhegyi Árpád, és még sokan mások, majdnem mindenki tovább tanult. Valamennyinket érdekelt az, amit, amit már akkor kiválasztottunk, néprajz, műszaki ismeretek, matematika és a többi, és óriási hatással voltunk egymásra, neveltük egymást, volt némi versengés is köztünk, sokat vitatkoztunk, együtt voltunk, ezek a barátságok ma is élnek, ma is élnek és hát ha találkozunk, akkor természetesen Ózról mindig szó esik, hogy mit lehetne Ózról mit lehetne azon segíteni, vagy valamit hozzátenni ahhoz, amit, amit itt csinálnak. Ha jól tudom, a fia is matematikus, az egyik fia. Milyen érzés egy édesapának, hogyha a gyermeke a nyomdokaiba lép? Hát igen, a fiatalabb Máté matematikus, sőt egy nagyon tehetséges matematikus, kormánygyűrűvel doktorált, én adtam neki át a diplomáját, ami külön öröm volt nekem, akkor éppen dékán voltam. Szép dolgokat csinált, publikált nemzetközi folyóiratokban, de érdekelte a közgazdaságtan is, hogy azt is elvégezte a közgazdaságtudományi egyetemet, aztán, mit ad Isten, a pénzügyi matematika vonzotta ami a matematikának egy sajátos ága, ahol jobban lehet keresni. Elkerült egy bankhoz Magyarországon, egy nagy amerikai bank budapesti lányvállalatához. Aztán az nem volt elég, kikerült Londonba, a, a, egy másik bankhoz, pillanatnyilag a vezető svájci banknál dolgozik Londonba. Jól keres és szép dolgokat csinál a matematikából. Sokat vitatkozunk vele. Meggyőződésem szerint ő matematikában tehetségesebb, mint én vagyok, de hát ő a matematikának egy alkalmazott tágát műveli, őt, őt ez érdekli, úgyhogy nem tudjuk igazán összemérni az erőnket ebben a vonatkozáson. Hogyha éppen nem a számok világával van elfoglalva munkán, kívül munka után mivel foglalkozik? Mi az, amit szórakozásképpen művel, vagy pihenésképpen? Hát én tele vagyok munkával. 2010-ben nyugdíjba mentem, akkor úgynevezett professzor emeritus lettem, ami az egyetem részéről egy kitüntető cím, azt jelenti, hogy a jogaim azok megmaradtak kötelességeim azok ritkábbak lettek, tehát én válogathatok, hogy mit akarok csinálni. Kutatok, fiatalokkal foglalkozom, tanítványokkal, de van rengeteg munkám, lektorálások, bírálatok, konferenciákra menni, szakértői véleményezés, nagyon sok minden van. Tulajdonképpen ahhoz, hogy tudjam csinálni a saját szakmámat, ahhoz sokszor meg kell dolgozni, le kell dolgozni ezeket az egyéb teendőket, hogy maradjon szabad Időm. Ha még azon kívül is marad, szeretem a zenét, szeretem nagyon a természetet, minden nap kerékpározok fél órát, órát, hogy karban tartsam magam, um, levelezek. Érdekel a politika, de csak olyan szinten, hogy mi történik. Én soha nem próbáltam a politikában ki magam, nem próbáltam belefajni, aminek voltak hátrányos következménye is, de egyáltalán nem bánom. Voltak olyan dolgok, még az egyetemi felvételen kívül is, amik hát e, akkoriban rosszul estek, például 66-ban nem engedtek ki Franciaországba egy ösztöndíja. Már megvolt az ösztöndíj minden, és akkor utolsó pillanatban nem, nem mertem. Vagy 78-ban be akartam adni a Tudományos Akadémiához a, az akadémiai doktori értekezésemet. Akkor megint megállítottak. Nem. A 80-as években emlékszem, hogy a családom le volt lombozódva, mert az én fizetésem a beosztás és a kor függvényében átlagon volt. Pedig én úgy éreztem, hogy a teljesítményem az jobb volt. Én meg kell, hogy mondjam, hogy bár a politika köntösébe bújva, de mindig egyének voltak a dolog mögött. És ez különösen rosszul esett. Tehát mindig az irigység. Valaki, valaki féltékeny, vagy irigy volt, és akkor visszajött azzal, hogy ő olyan helyzetben van, politikai vonatkozásban, pozícióban, stb., hogy, hogy engem egy időre legalábbis hát félre tudott állítani. De meg kell, hogy mondjam, hogy minden ilyen kezdeményezés visszaütött, mert engem csak még elszántabbá tett. Tehát hogyha tálcán hordott volna, tenyerén hordott volna az a rendszer, akkor lehet, hogy én elkényelmesedek, akkor lehet, hogy nem hozok ki annyit magamból, de én már csak az is meg akartam mutatni.